Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Isaszeg mellett vagyunk, Isaszegi áteresznél, a tórendszernek az átfolyásánál, és a Lysol-nak a termékeit szeretném bemutatni számotokra. Ezek egy olyan vízszűrő eszközök, mi egy igen egyedi technológia alapján szűrik a vizet. Ezt a három terméket forgalmazza a svájci cég. Ez a túlélő változata, egyszerű túrázóknak javasolják ezt a kis csövecskét, gyakorlatilag az ember leveszi a kupakot és szívja rajta keresztül a vizet. Látjátok majd élesben, hogy mindez hogy működik, nem véletlenül vagyok itt, mert ugye mindent élesben, és szeretném kipróbálni, hogy ebbe a dzsuvás vízbe milyen hatékonysággal dolgozik. Néhány gram. Irgalmatlan, könnyű, nagyon praktikus. Ez a sima kis túrázóknak kifejlesztett változat. Trekkingelőknek, sima kis túrázóknak egy kicsit drágább változat a polikarbonát üvegbe berakott, gyakorlatilag ugyanolyan szűrő, mint ez a túlélő szűrő. Ez jelen pillanatban 7990 forint, ez olyan 11000 forint, de nagyon praktikus, ám bár ezt a technológiát, amivel ez működik, tehát hogy ki meri az ember a vizet, belerakja a szűrőt és kiszívja belőle a trutyit, vagy a tiszta vizet, ez gyakorlatilag majd a petpalackos módszerrel is majd láthatjátok, hogy miként lehet kivitelezni. 1000 liter a szűrőkapacitása mind a kettőnek, hogy mi is van benne, ez egy egyedi technológia, nem kerámia szűrő, olyasmi szűrő rostok, mint a cérnametélt. Ebből van, ezt a teljes belső keresztmetszetet képzeljétek el, most ezt nem fogom szétvágni azért, hogy megmutassam, de na itt a kép róla, akkor láthatjátok, hogy milyen. De gyakorlatilag annyi történik, hogy az ember felszívja a dzsuvás vizet ebbe a kis tartályba, és a cérnametélt vastagságú szűrőrostokon, az egyedi fejlesztésű szűrőrostokon keresztül átszívja a vizet, és itt már tiszta víz jön. 2005-ös találmány, a Times magazinba év találmányának írták le. No, hát Afrikában nagyon jó hatásfokkal alkalmazzák, és használják is a szennyezett vízzel vízű területeken. Ajándékozzák ugye az ottani rászorulóknak. És ennek a komolyabb változata, ami már akár a prepper vonalra is beillik, illetve családoknak olyan területekre javasolják, ahol nincs rendes, tiszta víz. Ez a változat. Ez mintegy 18000 liter víz megszűrésére alkalmas. Ugyanaz a szűrő technológia van benne, mint a másik kettőben, csak lényegesen több, lényegesen komolyabb, és ugye a tisztítása automatizált. Van egy 2 literes tartálya. A 2 literes tartályban van egy kis előszűrő, mint láthatjátok, ebbe önti a ember a folyóvizet, kútvizet, vagy szennyezett vizet. Minél tisztábbat érdemes, hogy minél kevésbé terheljük a szűrőnek a belsejét, és gravitációs elven szépen átszivárog a szűrőn, a 2 méteres csöven először utána a szűrőn a szennyezett víz, és nem a piros részen, hanem a kék részen megnyitva, a kék csapon megnyitva, itt jön a tiszta víz. No. Akkor nézzük meg élesben, hogy mint működik. Ebből fogom inni a vizet? Komolyan? Veszed? Veszem. Na hát tisztelt mindenki. Láthattátok, bejöttem itt az áteresbe, elismerültem, a gatyám szára tiszta vizes, ennél élesebben nem tudom bemutatni nektek ebbe a galés vízbe, hogy milyen a Lysol, és mint dolgozik. Akkor lekapjuk. Baromira büdös ez a víz, föl is kavartam, jó dzsuvás. Először szívja az ember, mert
át kell nedvesedjenek ezek a kis szűrők, de utána rendesen jönni fog. No, én nagyon remélem, hogy nem pusztulok bele, elviekben ilyen ganés vízre van kitalálva, remélem, hogy a kamera jól mutatja. Jézus, valami bogár úszott. A homlokom horpad be. Van már isznak. Kellemes íze van, semmi extra. A víz büdös, mint a fészkes fele. És így kell tisztítani, tehát gyakorlatilag a távon víze. Kifújod belőle, természetesen ezután valami tisztább vízbe érdemes megszívni. Ez fölkavart, zavaros, dzsuvás, büdös, ganés, tényleg olyan, amit imádok, éles. Hát én nagyon remélem, hogy sok bajom nem lesz tőle, ha Afrikába megszűr mindent, szalmonellát, kolibaktériumot, vérhast, minden túrót. Én nagyon remélem, hogy jövő héten nem leszek betegállományba. Egyelőre, de kellemes íze volt, valóban kellemes íze volt, én úgy gondolom, hogy frankó. Na most nézzük meg, ezt Tarzi fogja kipróbálni, a szeme fog kijönni, míg kiszívja belőle a vizet. Magát a... Jó, úgy találták ki, az ember megy, talált egy kis vizes részt, megtölti a polikarbonát palackot, és akkor továbbiakba ugyanígy fogja majd kiszívni. Na ezt majd a Tarzi fogja, és kíváncsi leszek, mi lesz a véleménye. Valahogy most kimászok. No, hát sziasztok! Engem ért a kis megtiszteltetés, hogy kipróbáljak egy ilyen vízszűrő berendezést, illetve én vagyok a tesztalany. Na, hát az imént már bemutatta Papica. Hát akkor nézzük meg élesben, hogy is működik. Ugye itt vannak a részei. Ezt itt bele kell nyomni, ezt a szűrőrészt, ez a teteje, és akkor az imént kimerített, szép tiszta vízből, gyönyörű, úristen, még valami, akármik is úszkálnak benne élőlények, mindegy, megnézzük, hogy mi lesz vele. No. Egyelő semmi. Át kell nedvesedjen az egész, és elég lassan jön, mivel nagyon mocskos a víz. Mhm. Megérkezett? Megérkezett. És mit érzel? Édes víz. Édes víz, teljesen. Semmi mellékíze, teljesen normális, ugye? Semmi mellékíze nincsen. Tehát úgy gondolod, hogy szerinted is, hogy ez egy jó dolog. Nagyon lassan jön? Mhm. Lehet ebből úgy inni, hogy tényleg... Hogy lehet látni, hogy mennyire dzsuvás, és hogyha megnézitek, ez a tenyerembe kiraktam, mert amúgy nem lehet, de teljesen tiszta víz. Édes, édesebb, mint a normál közvíz hálózatban jövő víz, ugye hát ezt klórozzák meg. Mm-hmm. Jó, hát köszönjük szépen, Tarzi! Hát köszi szépen a nyári üdítőt. Sziasztok! Nos, akkor végezetül. Ezt a 27 ezer forintos családi változatot most nem koszolom össze, nem piszkoljuk össze, mert ez egy kicsit drága történet lenne. Gyakorlatilag ugyanazt tudja minőségbe, mint a másik kettő, vízminőségbe. A másik kettőnél a tapasztalatunk az, hogy nagyon kellemes, nagyon finom, tényleg jó vizet tudunk átszűrni rajta ebből a ganés, dzsuvás, isaszeg melletti tóvízből. Akkor egészségedre szívjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!